Köszöntöm Önöket! Ez a KVTV híradója június 8-án, Kazinc Barcika és a térség híreivel. Lássuk a legfontosabbakat, először röviden. Unió. Közel 4 milliárd forintnyi túlnyomó részben Európai Uniós, önkormányzati és TAO forrásból fejleszthetik a következő években Kazinc Barcikát. Menza. AB menüt vezet be a Barcika Prima Kft. A közétkeztetésben. Kiállítás. Sajókazára érkeztek Radvánszky Ferenc, órarestaurátor, óramérnök magángyűjteményének legkülönlegesebb darabjai. Alig zárult le a svájci projekt. Június 7-én újabb, közel 4 milliárd forintnyi, túlnyomó részben Európai Uniós, önkormányzati és TAO-s forrásból megvalósítható térségi fejlesztési programcsomaggal ismerkedett meg a képviselőtestület, amely infrastruktúrális, munkahelyteremtő és sportfejlesztéseket, illetve további intézményrekonstrukciót tartalmaz. A programcsomag részben nyertes pályázati eredményeket, részben újabb lehetőségeket vázol fel, melyek a jövőben nem csak Kazincbarcika, hanem a térség több településének összefogása révén újabb kapukat nyithat meg. Az eseményen ezt Tupák Péter főtanácsadó ismertette, a tájékoztató Kazincbarcika fejlesztési irányairól az Európai Uniós pályázatok tükrében című napirendet a grémium előtt. Az ülésen részt vett Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, valamint Ríz Gábor országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos is. A fejlesztési csomagban szerepel többek között a Kazincbarcikai Sportközpont teljes megújítása, az Irinyi tornacsarnok és az autóbusz végállomás közötti elhanyagolt csarnok és környékének fejlesztése, kulturális és sportközpont kialakítása szabadtéri elemekkel bővítve. Folytatódhat a szociális rehabilitáció a Hálmánkató úton, egészen a Don Bosco iskoláig, bővül a kerékpárút, amely így eléri a város határát Tardona felé és a Tesco-nál is, sőt tovább is épülhet egészen Vadna határáig. Emellett bővülhet az ipari park, orvosi rendelők és nevelési oktatási intézmények, óvodák, bölcsödék újulhatnak meg, de kulturális és turisztikai fejlesztésekre is kész tervekkel rendelkezik Kazincbarcika. Ríz Gábor országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, megyei fejlesztési biztosként kiemelten figyel minden olyan fejlesztésre, amely Borsodabaui Zemplénben történik, a Kazincbarcika helyi és térségi projekteit viszont különösen figyelemre méltónak találta. A város jól átgondolt fejlesztési koncepcióval rendelkezik, jól láthatóan egymásra épülnek a projektjei, kiegészítik egymást, és ami külön öröm, hogy nem csak a város önmaga közik határain belül gondolkodik, hanem azon túl is a térségében is gondolkodik, hiszen például a kerékpárút, a barnamezős fejlesztések, ezek mind azt a célt szolgálják, hogy kapcsolják be a környékbeli településeket Kazincbarcika és térsége közös jövőjébe. A közös jövőt azt értjük az idegenforgalomra, a gazdaságfejlesztésre, értjük az oktatásra, hiszen Kazincbarcika egy szellemi és gazdasági központ is, ennek megfelelően él és működik. Úgyhogy én csak gratulálni tudok a város vezetésének, bár mint mondtam, nem egy politikai családhoz tartozunk a város vezetőivel, de a tudás előtt a kialakult jövőkép miatt meg kell hajtsam a fejemet, amit ezúton is nyilvánosan is megtettem. Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, szintén elismerő szavakkal szólt a koncepcióról. Hangsúlyozta, a posztjából eredően, mind Szitka Péterrel, mind a választókerületéhez tartozó, közel 80 település polgármesterével egyeztetett jövőbeli fejlesztési elképzeléseikről, a helyi anyagot azonban különösen erősnek találta. Ugye említettem, ennek a prezentációnak a nagy részével én már találkoztam, és annak viszont külön örülök, hogy most már nem csak szóban beszéltünk róla, hanem most már döntések is születtek. Körülbelül a pályázatok 50%-a pozitív elbírálásban részesült, és bízom benne, hogy az elkövetkező napokban a többi pályázat is ugyanígy lesz. Én szeretném hangsúlyozni, hogy mindaz a beruházás, ami Kazincbarcikán megvalósul, és legyen az egy sportlétesítmény, legyen az egy orvosi rendelőnek a fejlesztése, vagy legyen akár egy ipari parknak a bővítése, ami ugye tudjuk, hogy munkahelyeket teremt, vagy legyen egy infrastruktúra fejlesztés, kerékpárút, amit nagyon bízom, hogy el tudunk majd érni, hogy Sajó-Szentpétertől Bárévége határi kerékpárral el lehet majd menni. Ezek véleményem szerint nem csak Kazincbarcika
lakosainak a életminőségét javítja, és ezt tartom fontosnak, hanem térségben gondolkodva az itt élő környező települések életét is nagyban befolyásolja. A kerékpárút hálózat fejlesztéséről a képviselő külön elismeréssel szólt. Hangsúlyozta, amennyiben elkészül a Kazincbarcikát Vadnával összekötő szakasz, Rizs Gáborral együtt fog lobbizni azért, hogy a már bár évétől majd Dédestapolcsányig elkészült kerékpárúttal összeköthessék, így ugyanis az országban szinte egyedülálló módon Sajó-Szentpétertől egészen az országhatárig el lehetne jutni biciklivel. Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere a KVTV-nek azt mondta, a fejlesztési csomag komplexitása miatt hosszú évekre meghatározza majd Kazincbarcika fejlődését, fejlesztését. Igazából szerintem ez a városnak és a térségnek a jövőjét jelenti, értve ez alatt, hogy azért közel 3 milliárd forint értékben kerültek most bemutatásra olyan pályázati elemek, amelyek akár infrastruktúrában, munkahelyteremtésben, szociális rész felzárkóztatásában, felújításokban valósul meg az elkövetkezendő évben, vagy elkövetkezendő években Kazincbarcikán. Ez az első típusú találkozása most a tulajdonképpen a képviselőtestületnek és néhány meghatározónak ezekkel a pályázatokkal. Az elkövetkezendő időszakban azt szeretnénk bemutatni a város lakóknak, hogy ezek elemeiben tulajdonképpen mit jelentenek, és milyen sikerességeket ért el az elmúlt időszakban Kazincbarcika, amiben én azt gondolom, hogy itt is volt mély megdöbbenés arra vonatkozólag, hogy milyen olyan fejlesztések fognak megvalósulni, amik azt gondolom, hogy az itt élőknek az életminőségét, biztonságát, közérzetét, különböző lehetőségeit fogja javítani az elkövetkezendő időszakban hosszú-hosszú évekre. Úgyhogy hát nyilván nagyon-nagyon büszke vagyok magára a képviselőtestületre, a szakértőinkre, mindazokra, akik ezekben a pályázati munkákban részt vettek, és persze köszönet a két országgyűlési képviselőnek is, aki itt most jelen volt és megtisztelte a rendkívüli képviselőtestületi ülést is eljött, aki egyébként lobbiztak azért, hogy ezek a pályázatok, amelyek megfelelő megalapozottsággal készültek el, a jövőben megvalósuljanak. A közel 4 milliárd forintnyi túlnyomó részben Európai Uniós önkormányzati és TAO forrásból megvalósítható térségi fejlesztési programcsomag részleteivel a következő híradóinkban részletesen is foglalkozunk. Pedagógus napi ünnepséget tartott Kazincbarcika város önkormányzata és a Kazincbarcikai Tankerületi Központ június 2-án a Don Bosco Sportközpontban. 2017-ben a Kazincbarcika város közneveléséért kitüntető díjat Horvátné Geleta Mária kapta. Az eseményen elsőként Demeter Zoltán országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd Szitka Péter Kazincbarcika város polgármestere az esemény jelentőségét hangsúlyozta. A rendezvényen Kazincbarcika város polgármesterének elismerő oklevelét 9 pedagógus vette át. Az ünnepségen Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Székelyné Varga Mária Ágnes tankerület igazgató a Kazincbarcikai Tankerületi Központ részéről elismerő okleveleket adtak át 17 intézményvezetőnek a 2016-2017-es tanévben nyújtott áldozatos pedagógiai és szakmai munkáért. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a 2017. évi pedagógus nap alkalmából pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetésben csaknem 30 pedagógust részesített nyugállományba vonulása alkalmából. E nap alkalmából olyan pedagógusokat is köszöntöttek, akik 50, 60, illetve 65 évvel ezelőtt kapták meg a diplomájukat. Az ünnepségen aranydíszoklevél kitüntetésben Kispál Györgyné, Gyémánt díszoklevél kitüntetésben Niederwieser Gabriella, Vas díszoklevél kitüntetésben Kovács Józsefné részesült. A 2017. évi pedagógus nap alkalmából szakszervezeti kitüntetéseket is átadtak. Az Ötvös József emlékérem bronz fokozatát Andrejcsikné Pohovics Éva és Mártonné Köves Dilona, az ezüst fokozatot pedig Misurdáné Filek Mónika érdemelte ki. Kazincbarcika város önkormányzatának képviselő testülete minden esztendőben egy kiemelkedő, nevelő-oktató munkát végző kazincbarcikai pedagógusnak Kazincbarcika város köznevelésért kitüntető díjat adományoz. Idén ezt az elismerést Horvátné Geleta Máriának, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák intézményvezetőjének ítélte a szakmai kuratórium.
tiszta szívből köszönöm mindenkinek ezt a tisztességet. Én azt gondolom, hogy ezt a kollégáim nélkül ezeket a dolgokat, amiket itt most hallottunk, az én munkámmal kapcsolatosan nem tudtam volna elérni. Úgyhogy köszönöm nekik, és köszönöm mindenkinek, aki az eddigi pályafutásomat és életemet segítette. A díjátadó ünnepséget Bojki Balázs és a Bojki Soul and Gospel kórus fergeteges műsora zárta. A kitüntetettek névsorát megtalálják a www.colorline.hu weboldalon és a Color Hit június 9-i lapszámában. A pedagógus napi ünnepséget felvételről megnézhetik június 9-én 18 órától a KVTV Helyzetkép című műsorában. AB menüt vezet be a Barcika Prima Kft. A közétkeztetésben. Az előkészítő munkálatok folyamatban vannak, így legkésőbb szeptembertől több mint 20 tálalókonyhán működik majd az új rendszer. Monitorokat szereltek be a Kazinczy Ferenc tagiskola tálalókonyhájába. Ez is egy fontos eleme annak a rendszernek, ami az AB menü bevezetéséhez szükséges. A Barcika Prima Kft. Ügyvezető igazgatója a KVTV érdeklődésére elmondta, régi álmuk valósul meg a tulajdonos Kazinc-Barcika város önkormányzatának 5 millió forintos támogatásával. Jelenleg a háttérmunkák zajlanak, tehát megtörténik a hardverek felszerelése, sőt a monitorok mellett van egy olyan hardver eszköz, nevezzük számítógépnek, ami nem sokkal nagyobb, mint egy USB stick nevű eszköz. Igazából ezeket is fel kell telepíteni, és maga a legtöbb információ az egy felhő szolgáltatásra fog működni. Ez a rendszer, amit most előkészítünk, ilyen komplexen még az országban nincs, tehát ha ezt sikeresen végig tudjuk csinálni közösen a részvevőkkel, akkor ez egy mintaprojekt lesz. Dr. Ronyec Róbert hozzátette, kollégái oktatáson vesznek részt, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az átállás. Szitka Péter, Kazinczy-Barcika polgármestere kiemelte, ezzel a lépéssel a közétkeztetés még magasabb színvonalat képviselhet. A költségvetés megtervezésekor is már számtalan képviselő, és mi is beszéltünk róla, hogy egy olyan stratégiai újítást vezetnénk be ezzel az AB menüvel, ugye az iskoláinkban, szociális intézményeinkben, időségellátásán, tehát ahol a közétkeztetés jelen van a városban és a térségben, ami egyébként egyedülállóvá teszi ezt a rendszert. Az új rendszer tesztüzemmódját a szociális szférában már nyáron elkezdik, szeptembertől pedig több mint 20 tálalókonyhán, csak nem 3000-en választhatnak majd kedvükre való ebédet. 5. alkalommal rendezték meg június 7-én a mentőnapot Kazinczy-Barcikán. A rendezvény célja idén is az volt, hogy az önkormányzat köszönetet mondhasson a helyi mentőállomás dolgozóinak. Az eseményen elsőként Szitka Péter polgármester köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében méltatta a kazinczy-barcikai mentőállomás dolgozóinak munkáját. Évente csak egy alkalom az, amikor így a polgármester, mondom a képviselőtársak, alpolgármester, jegyző, a hivatal, a dolgozói, így együtt lehetünk. Azért higgyik el nekem, hogy nap mint nap, testületről testületre azért szóba jönnek önök, és akkor mindig az elismerés hangján fogalmazódik meg sok-sok gondolat. A városvezetőt Barta Tamás, az OMSZ Észak-Magyarországi Regionális Mentőszervezetének vezetője és Csala András, a Kazinczy-Barcikai mentőállomás vezetője követték, akik köszönetet mondtak Kazinczy-Barcika városának az elismerésért. Csala András a KVTV érdeklődésére azt mondta, az állomás életében immár 5. esztendeje kiemelten fontos nap az, amikor a helyi önkormányzat köszönti őket. Azért fontos, mert elismerést nyernek a mentődolgozók, elismerik a munkájukat, a fáradtságokat, és ez egyfajta pozitív élmény számunkra a nehéz mindennapjainkban. A rendezvényen Kazinczy-Barcika város polgármesterének elismerő oklevele kitüntetésben Fóris Attila mentőápoló és Pintér Bertalan gépkocsi vezető részesült. A kitüntetéseket Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester adták át. A program közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult. Kazinczy-Barcikára érkezik a Richter Egészségváros program június 10-én. A hazai gyógyszergyártó cég egészség ezreknek, milliók a kórháznak felhívással 7. éve biztatja arra az embereket, hogy aktívan tegyenek egészségük megőrzésért, valamint a szűrésen való részvétellel támogassák a helyi kórházat.
A Richter Egészségváros program sorozat keretében az elmúlt években közel 60 helyszínen a Richter alap felajánlását körülbelül 120 ezer résztvevő több mint 150 millió forinttal egészítette ki pusztán azzal, hogy részt vett az egészségügyi szűrővizsgálatokon, előadásokon vagy tanácsadásokon, így a résztvevő kórházak 250 millió forintnál is több támogatást kaptak. Az eseményt a kezdetek óta ismert közéleti emberek, színészek, sportolók és televíziós arcok népszerűsítik. Rudolf Péter színművész a program fővédnökeként hosszú évek óta egyik arca az Egészségváros rendezvénysorozatnak. Mint azt rendszeresen hangsúlyozza, az egészségügyi szűrésekre nem lehet elégszer felhívni a figyelmet. Az ember éri az életét, pörög, és egyáltalán nem azon a helyen kezeli ezt, ahol kezelnie kéne. És nem megy el szűrésre, mindig azt szoktam mondani, hogy a kocsit elviszük, kötelező elvinni a szervizőr, lehet, hogy kötelezővé kéne tenni, hogy mindannyiunkat elvigyenek a szervizbe. Fontosnak tartom önmagában ezt a gondolatot is. Tetszik, hogy egy ilyen majális hangulatú összejövetel keretében tudja az ember az összes szűrést megcsinálni, és azt pedig különösen tetszik, hogy a szűrésekkel ráadásul még valami pénzt is tud a saját kórházának gyűjteni, hogy ezek így pontokká válnak egy-egy szűrés, tehát összeadódik az egyéni érdek a közösségével, ez ritkán mutatható ki ilyen pontosan. A szombati rendezvényen körülbelül egy tucat szűrővizsgálaton és családi programokon vehetnek majd részt az érdeklődők. A Kazincbarcikai program sztár fellépője a miskolci kötődésű Pál Dénes lesz. A szervező hazai gyógyszergyártó célja a szűrések fontosságának hangsúlyozása mellett a megelőzés szemléletének kialakítása, az egészségtudatos gondolkodás ösztönzése. A Richter Egészségváros programot 9 évvel ezelőtt hívtuk létre. A Richter Egészségváros program a Richter társadalmi szerepvállalásának egy nagyon fontos része itt a magyar piacon. Mi több mint 100 éve vagyunk jelen a magyar piacon, és azt gondoltuk, hogy fontos az, hogy azon túl, hogy korszerű terápiákat forgalmazunk, kutatunk, fejlesztünk, amellett tegyünk valamit a lakosság egészségi állapotának a javítása érdekében, a prevenció népszerűsítésére, és erre hoztuk létre a Richter Egészségváros programot. A program keretében minden évben 6 vidéki és egy fővárosi helyszínre látogat el a gyógyszergyár a szűrővizsgálataival. Kazincbarcika és kórháza idén először lett helyszíne a nagyszabású egészségnapnak. A helyi egészségügyi intézményt üzemeltető cég vezetője a KVTV-nek azt mondta, a szombati rendezvény hatalmas lehetőség mind a kórháznak, mind pedig a helyieknek. Hármasztélyt szolgál ez a Richter Egészségváros program. Szűréseken lehet részt venni, családi programokon, szórakoztató programokon, illetve jótékonykodni lehet a kórház számára. Tehát három egyet lehet ütni egy csapásra. A szűrések fontosságáról azt gondolom nagyon sokat beszéltünk, nem akarnék erre most kitérni. A szórakoztató programok azok megint önmagukért beszélnek, 10 ismert celeb lesz itt, 37 sátor, fél hektáron fogjuk ezt a rendezvényt megrendezni, és minden egyes programon való részvétel legyen a szűrés, tanácsadás, vagy akár a gyermeknek az elhozatala, vagy egy egészségsétán való részvétel 300 forintot jelent a kórház számára, és a nap végén ezt összesítjük, és reméljük, hogy egy szép összeg fog hozzánk kerülni. A hazai gyógyszergyártó cég emellé 2 milliós alapadományt ajánlott fel a Kazincbarcikai Kórháznak, ezt tudja gyarapítani, megduplázni, vagy akár megháromszorozni a lakosság a szűréseken való aktív részvétellel. A pénzt a kórház életmentő egészségügyi és szűrőeszközökre szeretné költeni. A Richter Egészségváros programjai tehát június 10-én 9 óra után kezdődnek, és egészen délutánig tartanak. A házigazda Kazincbarcikán Rákóczi Ferenc lesz. A részletes programot megtalálják a kezdeményezés honlapján és a KVTV képújságjában is. Precízió és luxus címmel nyílt órakiállítás június 1-én Sajókazán a felújított Radvánszky kastélyban. A tárlat Radvánszky Ferenc, Svájcból hazatelepült órarestaurátor, óramérnök magánygyűjteményének exkluzív darabjait vonultatja fel. A svájci-magyar együttműködési program Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése projekt záró rendezvényének keretében órakiállítás nyílt Sajókazán a Radvánszky kastélyban. Az egyedi órák az Iparművészeti Múzeumhoz tartozó Nagytétényi kastély állandó kiállítását alkotják, melyeket a kiállítóhely bocsájtott a település rendelkezésére. Radvánszky Ferenc restaurátor és gyűjtő így emlékszik vissza a kezdetekre.
Ez visszatehető körülbelül az 1975-ös évig visszamenőleg, és akkor egy Párizsban vett ottani kirándulásunk alkalmával vettem egy órát, és azt megcsináltam, és aztán a többieknek is megtetszett, és akkor mindig beszereztem őket, és akkor vettem észre, hogy micsoda kincsek ezek a régi remek művek, amik az elmúlt időkben építették. A különböző művészettörténeti korszakokon átívelő szerkezetek különlegessége, hogy mindmáig kifogástalanul működnek. A kastélyban látható többek között egy Admars Piké zsebóra, mely a mai napig a világ leglaposabb zsebórája, mindössze 1,92 mm vastagságú. Értéke abban rejlik, hogy elkészítése óta még egyszer sem kellett javítani. Ezen kívül kuriózumnak számító kandalló és szekrényórákban gyönyörködhetnek az érdeklődők. Ezek mind az elmúlt időknek a követei, és ezek mutatják az elmúlt időknek a technikai fejlettségét, és nem csak mint szépséget és stílus irányzatot, hanem mint technikai újdonságokat, és követni lehet ezeknek a fejlődését. A kiállítás egyik legrégebbi darabja egy Londonban készített szekrényóra 1687-ből. Az esztétikai és a mérnöki precizitás időtálló jelképei június 12-ig tekinthetők meg Sajókazán. A drogfogyasztásról más szemmel címmel tartott előadás Klobusicki György június 7-én az Egressi Színház termében. A szemléletformáló programot a Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány szervezte egy nyertes pályázatnak köszönhetően. Megdöbbenve érkeztek a diákok az Egressi Színház termébe, ahol dübörgő zenével, fényekkel és füsttel várta őket a rendőrtiszti főiskola adjunktusa. A nem mindennapi programon Klobusicki György megtörtént eseteken és valódi fotókon keresztül szemléltette a drogfogyasztás menetét a bekínálástól a drogambulanciáig, mindezt a tanulók nyelvén. Az adjunktus a KVTV érdeklődésére elmondta, óriási bajban vannak a fiatalok a designer drogok elterjedése miatt. Amit a szülőknek el szoktunk mondani, akiket az egész végül is abszolút nem érdekel, és soha nem jönnek el, és nem is érdekli őket, hogy két dolog van, amit figyelni kéne a gyereknél. Az egyik a készpénzforgalma, a másik pedig a szabad ideje. Tehát az a gyerek, akinek napközben nincsen 6 óra kontrollálatlan szabad ideje, tehát hogy nem tudom, hogy mit csinál, és akinek folyton fogy a készpénz, és állandóan készpénz kér, és nem látom, hogy vett volna valamit rajta, na ez két gyanús jel. Az adjunktus azt javasolja a szülőknek, hogy ilyen esetekben nyissanak folyószámlát a gyereküknek, és saját telefonjukon kövessék nyomon a pénzforgalmat. Klobusicki György előadása a Felelősség a miénk elnevezésű rendezvénysorozat részeként valósult meg. Születésnapi ünnepséget tartottak a Mesevár tagovodában június 1-én. Az intézmény fennállásának 50. évfordulóján zenés, táncos műsort adtak a gyerekek. Énekeltek, táncoltak és verset mondtak az ovisok az intézmény 50 éves születésnapján. Az alkalomra meghívást kaptak többek között az óvoda nyugalmazott vezetői, pedagógusai és a gyermekek hozzátartozói is. Az eseményen Liptákné Gergely Valéria, a Mesevár tagovoda vezetője köszöntötte a megjelenteket. Én egy éve vagyok ennek a tagovodának a vezetője, a múltról nem sokat tudok, a kolléganőim segítségével készültem föl erre az ünnepségre, a gyerekek, a vendégeket, illetve a szülőket műsorral köszöntötték, amire nagyon-nagyon lelkesen készültek, és természetesen az ünnepeltek ők maguk ezen a napon, és rengeteg ajándékot kaptak. A rendezvényen az intézménybe járók csoportonként adtak műsort, aminek a végén Kazincz Barcika kabala figurájával, Kabarcival együtt énekeltek és táncoltak. Mint a többi, ezt te is jól tudod. Másképp kell, te reggel a nap, és másképp jár a hold. A
Az ünnepség meglepetés vendége a kazincbarcikai születésű Jancsó Dóra színművész volt, akivel a kicsik és a meghívottak együtt énekelték el a Boldog Születésnapot című dalt. Majd Klimon István kazincbarcika alpolgármestere szólt a gyermekekhez, ezt követően ajándékokat nyújtott át az ovisoknak. Az évforduló alkalmából szebbnél szebb tortákat kóstoltak a résztvevők. Interaktív bűnmegelőzési program részesei lehettek csütörtökön a Szalízi Szent Ferenc Gimnázium tanulói. A látványos show műsor, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és a Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány szervezésében valósult meg. Fegyverropogástól és robbanásoktól volt hangos múlt csütörtökön a Szalízi Szent Ferenc Gimnázium udvara és annak környéke. Szerencsére mindez csak egy interaktív program része volt, melynek keretén belül többek között önvédelmi és kutyás bemutatót is láthattak, valamint bűnmegelőzési órákon is részt vehettek a tanulók. Jaskó Judit, a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány titkára a KVTV-nek elmondta, a Reakció nevet viselő interaktív showműsor Észak-Magyarországon először Kazincbarcikán volt látható. Alapítványunk a mai napon a Szalízi Szent Ferenc Gimnáziumban közel 3 hónapos szervezés után tudta ezt a budapesti csapatot vendégül látni. Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kollégája éppen most beszél, ő a narrátor. Érkeztek a BRFK-s kutyás alosztálya, Vöröskereszttől érkeztek zuglói polgárőrség, kazincbarcikai rendőrkapitányság, kazincbarcikai polgárőrség, tűzoltóság, egy 60 fős csapat, aki szervezi a mai programokat. A projekt célja a prevencióval kapcsolatos ismeretek elmélyítésén és a cselekvőképes tudás kialakításán kívül az iskolai erőszak, egymás közti agresszió visszaszorítása és a fiatalok által elkövetett bűncselekmények, valamint az áldozattá válás számarányának csökkentése. A rendezvény elsődleges célcsoportja a diákok voltak, de a pedagógusok számára is hasznos ismeretanyaggal szolgáltak a szakemberek. Az egésznapos rendezvény a Felelősség a miénk című közösségi programsorozat részeként valósult meg. Ennek keretében 3 hónapon keresztül az alapítvány 12 különböző programot szervez. A rendezvénysorozat június 24-én a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság által szervezett családi nappal zárul a Völgyparkban. Átadták múlt csütörtökön a Közlekedünk címet viselő plakátpályázat nyerteseinek díjait a Surányiban. A Megyei Baleset Megelőzési Bizottság és a Megyei Napilap kiadója által szervezett pályázaton olyan kreatív és figyelemfelhívó műveket vártak, amelyek alkalmasak a különböző közlekedői csoportok, gyalogosok, kerékpárosok, motorosok, autósok, valamint a közösségi közlekedés kultúrájának fejlesztésére, közlekedői magatartásuk pozitív irányú befolyásolására, a közlekedés sokszínűségének kifejezésére. A surányis diákok közül Bak Dávid első, Asztalos Noémi második helyen végzett, Gál Attila János munkáját pedig közönségdíjjal ismerték el. Egészségnapot rendeztek a kazincbarcikai összevont óvodák dolgozóinak a Füzike tagovodában június 2-án. A napot közös tornával indították a pedagógusok és a dajkák az óvoda udvarán, majd a hagyományos programon Horvátné Geleta Mária, a kazincbarcikai összevont óvodák vezetője köszöntötte kollégáit. Ezt követően dr. Sári Erzsébet belgyógyász, természetgyógyász, épp testben, épp lélek címmel tartott előadást. A délelőtt során az egészségnap jegyében Sipter Imre kickbox edzéssel, Sütő Ágnes pedig jogával mozgatta meg a résztvevőket. Már lehet nyomtatott jegyeket is vásárolni az 5. Color Fesztiválra. A print jegyértékesítési pontok Kazincbarcikán, az Egressy Béni Művelődési Központ és a Mezei István Művészeti Központ, Miskolcon pedig a Miskolc Bolt Miskolc Café. Fontos információ, hogy az értékesítési pontokon bankkártyával is lehet fizetni. Az elővételes kedvezményes jegyár adott eseményt vagy koncertet megelőző utolsó nap pénztárzárásig, online értékesítésnél előző nap évfélig történő jegyvásárlás esetén érvényes. Ne feledjék, egészen június 30-áig tart az Early Bird bérletakció, amelynek ára 7.990 forint. További információkat a www.colorcity.hu weboldalon találnak.
Végül közlemény. Az Elmű Émász Hálózati Szolgáltató Kft. Ezúton értesíti önöket, hogy a biztonságosabb villamos energiaellátás érdekében június 12-én a Szent Flórián téren felújítási, karbantartási munkát végez Kazincz Balcikán. A munkavégzés időtartama alatt a villamosenergia szolgáltatás a vételezési helyeken szünetel. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezik, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. A karbantartási munkák pontos helyszínei megtalálhatóak a Color Hét június 9-i lapszámában, a KVTV képújságjában és Kazincz Balcika város honlapján, valamint a Colorline Hill portálon. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Unió. Közel 4 milliárd forintnyi túlnyomó részben Európai Uniós, önkormányzati és TAO forrásból fejleszthetik a következő években Kazincz Barcikát. Menza. AB menüt vezet be a Barcika Prima Kft. A közétkeztetésben. Kiállítás. Sajókazára érkeztek Radvánszky Ferenc, óra-restaurátor, óramérnök magángyűjteményének legkülönlegesebb darabjai. A KVTV híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb jövő csütörtökön a megszokott időpontban várom önöket. Műsorainkat, híreinket a Color Line-on találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!